Hétfőn a madridi palotában királyi fogadtatásban részesült a Rioban 20 év után magyar tollaslabdázóként olimpián szerepel Sárosi Laura, aki a spanyol évsportolója Gálán Zsófia királyné díjat kapott két év előtti eb fair play cselekedetéért. A Dániában játszó sportoló a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Uh, Laura, azt gondoltad volna, hogy ez a, hogy a 2016 áprilisi jó tetted helyében még majdnem két év múlva is ennyi jót várhatsz? Nem, ezt nem gondoltam volna egyáltalán. Tavaly, tavaly novemberben kaptam egy e-mailt a sportminisztériumtól, a spanyol minisztériumtól, uh -huh. hogy, hogy én nyertem ezt a díjat, és, és hirtelen nem, is és tudtam, hogy most ez, ez az hogy is lehet, milyen díj ugye, tehát ez volt az első kérdésem meg az, hogy ez most ez tényleg igaz, hogy ez másfél évvel ezelőtt volt, és, és igen, nagyon örültem neki. Hát megértelek, igen. és azt, <laughs> azt gondolom el is mondták, hogy miért hagyott ilyen mély nyomot a, a te jó cselekedetet bennük, hogy, mert ugye ezt a díjat általában a spanyolok egymás között szokták osztani. Igen, igen, most is csak spanyolok voltak rajtam kívül, és, és el is mondták, hogy hogy ott Spanyolországban is, ab, akkor, amikor történt, uh -huh. ugye akkor nem azt mondom, hogy cílapon volt, de, de nagyon sokan hallottak róla. E, milyen volt egyébként ez a spanyol év Gála megadták a módját rendesen? E, nem olyan, mint nálunk Magyarországon, e, Kicsit zárt körül szerintem és, és ugye csak 13 díjazott van és uh -huh. így tudjuk, hogy kik lesznek ugye díjazottak uh -huh. és meg azt, hogy eleve ahol van a hely, tehát hogy a királyi palotában van és, és attól is különleges ez, hogy elvileg ez egyetlen olyan átadó, ahol az egész királyi család uh, ott van. Uh -huh. Na most uh, ilyen szempontból, mint egyetlen külföldi díjazott, gondolom a tenyerükön ortak. Igen. <laughs> ugye? Igen, igen. Uh, ennek a díjnak egyébként az egész története vette vagy az első nem spanyol birtokosa? Ennek a díjnak a történet. Hát nem tudom. Szerintem szerintem amúgy igen. Uh -huh, uh -huh. Igen. Ez azt jelenti, hogy akkor te a spanyol királyi családdal is tudtál egyet beszélgetni? Igen, úgy volt, hogy volt a díjátadás, uh -huh. és, és utána el kellett menni egy, a palota másik részébe, és ott uh -huh. volt egy állófogadás, ahol, ahol lehetett beszélgetni a, a spanyol királyi családdal. Tehát az hatalmas élmény volt. És tényleg, amikor Fülöp király is beszélgettem, akkor is ő azt éreztette velem, hogy itt tényleg fontos vagyok, és érdekli, amit, amit mondok, és még ő is kérdezett, hogy mik a terveim, mit fogok csinálni, milyen volt ez a meccs, meg, tehát hogy, hogy meséljem el. Uh -huh. És ugyanez van Gyófia királynővel is. És, és teljes érdeklődés és kíváncsiság igen. és természetesség. Igen, és mondták is, aki értem a reptérre, hogy mondták, és ne izgulj, mert már tényleg nagyon közvetlenek lesznek, és én nem tudtam elképzelni, hogy most tényleg, amúgy egy király ilyen közvetlen legyen, vagy egy királynő. És, és igen. És még azt is tudják, hogy mi az a tollaslabda. Igen, igaz? tehát nem, nem kell. <laughs> Spanyolországban ismert a tollaslabda. Mm -hmm. Mm -hmm. hát Tehát Spanyol, Spanyolország tollaslabdában egy népszerű sportás. Igen, azért, mert a az olimpián mm -hmm. uh, Spanyol lány nyert. Mm -hmm, mm -hmm. Tehát uh, mondjuk ez is nyilvánvalóan hozzátartozott, hogy a spanyolok szeretik a tollaslabdát, az, hogy egy tollaslabdában um, egy ilyen dobás az uh, ennyire megtetszett a spanyoloknak. Igen, nem? biztos ezért is. Na most, uh, hát nem tudom, ugye az elődök népszerű, gondolom tanulmányoztad már előtte is, hogyha az ember Igen. azt mondja csak, hogy André Színi ezt a igaz? Igen, előző be, igaz? Igen, nem rossz. Nem Igen, rossz. Nem rossz. Nem rossz. <laughs> Egyébként, Meg volt egy kisfiú is pár évvel ezelőtt, ami, ami igen. akkor hallottam róla, igen, hogy, hogy nem is tudom hol volt, de az is hogy Spanyolországon belül valahol, hogy egy, egy kisfiú a foci szétválasztotta az edzőjét és a bírót, és ő és, és akkor az a kisfiú kapta igen, a, igen. a díjat, igen. Akkor gondolom, hogy büszke volt a testvéred, a, a bátyád is ő kísérte. Igen, a, a bátyám, bátyám kísért ki, igen, hát nagyon büszke volt. Igen, és ő is nagyon élveztem, mert őnek is lehetősége nyílt arra, hogy bejön a királypalotába beszélgessen. ő is ugye királyan. Ö, sokszor voltál már Madridban? Ezelőtt egyszer voltam. Uh -huh, uh -huh. Tehát akkor most visszatértél Madridba. Vissza. Egyébként az, az ilyen típusú felhajtásokat kedveled, mert már csak ennek a, a rendezvénynek, vagy ennek a díjnak kapcsán, is, vagy ennek a cselekedetnek a kapcsán is azért ö, elhívtak jó néhány helyre, gondolom, igaz? Meg ugye kaptál nem egy díjat emiatt. Igen ö így sportolóként annyira így nem kedvelem uh -huh. ugye ezeket, de nyilván azért ez egy különleges volt, tehát ez nem csak egy díjátadó uh -huh. volt, pedig én, én nem számítottam amúgy ekkora, ekkora felhajtás vagy ekkora dologra, de ameddig meg nem érkeztem Madridba uh -huh. és... Visszatérve, hát amúgy persze minden lány kedveli, hogy csinosan kell ugye felöltözni, meg az, hogy ilyen helyre megyünk, de, de annyira nem, azt mondom, hogy ez nem én vagyok inkább úgy, mert uh -huh. egy sportolóként. És vele gondolsz, hogy mi lehet volna, hogyha ott valakinek a, a, királyi családból, valami valamelyik hölgytagnak kitörik véletlenül a magas sarkujának a, a sarka, és oda kell <laughs> adni a tiédet. Nem, nem volt nálam magas sark, mert ugye sérült vagyok, és nem tudtam felvenni, annak is örültem, hogy el tudtam menni, mert két nap előtte mankóval mentem még, tudtam csak menni, és örülök neki, hogy át tudtam menni egyáltalán. Hát ezért vagy egyébként itthon, és nem Dániában, mert és ezért nem voltál az Európa-bajnokságon, a utóbbi sérülésed miatt. Csak Európa-bajnokság volt múlt héten, igen. egyéni lesz még? Addig a felépülsz? Nem tudom, remélem. Miért ilyen makacs, milyen sérülő Több éve szenvedek, aki lesz és és a szombat, másfél hete szombaton egy meccsen pedig lesérültem, és részleges a leszakadásomban. Uh -huh. úgyhogy most itthon járok kezelésekre. Uh -huh. Tehát akkor egy stegyelőre könnyen lesz, hogy hónapokig nem tudsz hát, játszani. Először azt mondta az egyik orvos, hogy ez 6 hét lehet, uh -huh. de most már remélem azt mondják, hogy már lehet, hogy négy hét, négy-öt hét, ameddig ugye semmit nem csináltak. Uh -huh. Játszottál egyébként már azóta a Rio előtt cipővel kisegített német Karincznál az ellen? Nem, nem játszottam, ő abba hagyta az olimpia után. Uh -huh. ő, ő most, most szült. Uh -huh. Igen. De találkoztál vele, nem? Uh, Rióban találkoztam utoljára vele, azóta nem találkoztunk. Uh -huh, de akkor mondta, hogy köszi, még egyszer, nem? <tolk> uh, Hát ugye ott uh, Rioban, ahogy ezt az elején is említettem, 20 év után volt a személyedben magyar uh, tollas labdázó, uh, és, és azt mondtad is ugye, te alig ha indultál volna el ott, hogyha nem alanyi jogon kvalifikálsz, hanem kaptál volna egy ilyen fair play, szabad jegyet, akkor nem nagyon vállaltad volna, nem? Nem, nem uh -huh. szeretem, így is azt mondtam, hogy nagyon sokan azt hiszik ugye, hogy emiatt jutottam ki, ami ez egy kicsit úgy zavar ugye, hogy, hogy nem azért jutottam ki, mert adtam egy cipőt valakinek, hanem, hanem azért jutottam ki, amiért, hogy ott voltam. És oké, okay, várólistáról, de akkor is alanyjágal nyitottam ki. Hát és Igen, hogy nem mondom, hogy nem vállaltam volna, nem tudom, nem tudom, mit csináltam volna. Szerencsére erre nem került sor. Uh -huh. Na most ugye tavaly október végén játszott először újra itthon Rio óta uh -huh. a Magyar Nyílt Bajnokságon. Egy pár szót erről, hogy mi történt veled az az, óta, az olimpia óta eltelt másfél évvel, ugye tudjuk, Dániában játszol. Igen, Dániában játszom. Élsz. Igen, én ott játszom egy dán csapatnál, meg egy svéd csapatnál is játszom, és ö, nem indultam eddig nagyon sok nemzetközi versenyen, mert beszerettem volna fejezni a tanulmányaimat, most ö, három hete államizsgáztam, úgyhogy most arra koncentráltam, és... Ö, hát most, most szeretnék elkezdeni, most lettek volna ugye a versenyek, ezen a héten is már mentem volna az osztrák bajnokságra, és arra se tudtam menni, onnan is vissza kellett lépnem sajnos, a sérülés miatt, most csapatbajnokik következnek inkább, és előtte is csapat játszottam, mert az, az összeegyeztethető volt a, a tanulmányaimmal, uh -huh. szerencsére. Uh -huh. Egyébként, hogyha felépülsz, akkor a legfontosabb állomások, hogy néznek ki 2018-ban? Ugye azt beszéltük, hogy Uelvában, hogy már visszamenjünk Spanyolországba, lesz az egyéni európa bajnokság, az lehetne egy diadalmas visszatérés Spanyolországba, hogyha felépülne. Hát igen, lehetne, de nem tudom eleve, hogy ki is fog-e jutni azért, mert ugye nem indultam nagyon sok versenyen, ugye, ahogy mondtam, az egyetem miatt is és, és az Oroszország is nagyon sok pontot adott volna, valamint ez az osztrák nemzetközi adott van elég sok pontot ahhoz, hogy kvalifikáljak elsősorban, meg a másik, hogy nem is tudom, hogy, hogy a lábammal tudok-e játszani. Ha a gyógyulás az optimista forgatókönyv szerint zajlan, akkor hol szeretnél állni az évvégén a világon listán, ahol most, ha jól látunk, ugye 168-dik vagy? Igen, most jelenleg, hát jó lenne mindenképp százba kerülni, de nagyon jó lenne megtartani azt, vagy visszamenni arra a helyre, ahol Rio előtt voltam ugye 60 körül, 60 uh -huh. 70-edik környéken. És a, a távlati cél az pedig nyilvánvalóan az, hogy Tokióban megint beszéljenek rólad, de ott aztán már végképp ne legyen cipő téma. Ott nem ne a cipőről beszéljenek, igen. Ha nem, milyen helyezésről? Ö, hát azért van nagyon nehéz ugye ér, mert ugye mint a pingpongban is, azért itt, itt az a nagy szó, ha már valaki kijut és ö, Hát mindenképpen a csoportkörön túl szeretnék jutni, uh -huh. ha kijutok. De először nyilván az a cél, hogy kijussak az olimpiára. is. Minden esetre akkor gyógyulásnak. Köszönöm adat. szépen. Köszönöm szépen. Hogy itt